2016. január 1-ig érvényesek a megyei matricák az elkerülőkre, mint ismert, 2015. január 1-től díjkötelesek az autópályák elkerülő szakaszai, így a Hajdúszoboszlóról Debrecenbe menő M35-ös is. A részletekről Kibédi Varga Lajost, a Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató ZRT szóvivőjét kérdeztük. A 2015. január 1-én életbe lépett változások, azok több ponton érintik a korábbi elmatricás rendszert. Változott a díjköteles úthálózat, változások vannak a díjkategóriában, és egy új lehetőségként megyei matricát is lehet vásárolni. A megyei matricák az adott megye díjköteles úthálózatán jogosítanak fel úthasználatra, éves jogosultságot adnak, tehát aki most megvásárolja ezt az elmatricát, a megyei matricát, személyautók esetében ez 5000 forintot jelent megyénként, akkor egész évben korlátlan számú alkalommal tudja használni egy megye díjköteles úthálózatát, sőt, azon is túlnyúlik, hiszen a korábbi, mármint időben, hiszen a korábbi jól megszokott matrica típusok közül az országosan megegyező az érvényességi ideje, tehát aki most megveszi, az jövő év január 31-ig tudja használni a díjköteles utakat. Fontos azt is hozzátenni, hogy egy autóra több megyei matrica is váltható, tehát például a hajdúszoboszlóiak számára is, ha valaki az M35-ösön és az M3-as autópályán keresztül szeretné megközelíteni Budapestet, akkor a megfelelő megyei matricák megvásárlásával az országos éves jogosultságnál kedvező áron tudja Budapestet elérni egy évben korlátlan számú alkalommal. Van egy szakmai szempontból nagyon érdekes, komplex csomópont rendszer az M35-ös környékén, nevezetesen a Kishegyesi út, a 33-as út és a 354-es számú út csomópontjait összekötő, az M35-ös autópálya szakasszal párhuzamosan futó gyűjtő-elosztó pályának hívott kétsávos út. Nos, a díjrendelet értelmében ezek a gyűjtő-elosztó pálya szakaszok, ezek a csomóponti ágak részét képezik, tehát díjmentesek, fizetni csak az M35-ös főpályán kell, és így van ez természetesen a díjköteles hálózat minden egyéb elemén is. Tehát elméletileg, aki a köztes szakaszokon közlekedik, ezeken a gyűjtő-elosztó pályaszakaszokon, az díjmentesen használhatja az utakat. Azonban nagyon fontos hozzátenni, hogy amennyiben az autós felhajt a főpályára, akkor már rendelkeznie kell érvényes úthasználati jogosultsággal, ami lehet a korábbi időalapú matrica típusok közül bármelyik, tehát a heti 10 napos, a havi és az országos éves matrica az ugyanúgy megmaradt, mint ahogy meg lehet váltani a megyei matricákat is. Az év első napjaiban óriási érdeklődés mutatkozott a e-matrica rendszer változásai iránt. Nagyon sokan megpróbálták az év első napjaiban megváltani az úthasználati jogosultságot. Az értékesítési adatok is alátámasztják azt, hogy extrém volt az érdeklődés, ha úgy tetszik. Az év első napjaiban több mint 500 ezer e-matricát értékesítettünk, és ennek mintegy 60%-a a megyei matrica. Az internetes felület is valóban az év első néhány napjában gyakran türelemre kényszerítette azt, aki ezen a csatornán keresztül próbálta megváltani az úthasználati jogosultságot, azonban jelenleg is zavartalanul működik a vásárlási lehetőség, tehát aki az elmatrica.autópálya.hu oldalon keresztül szeretné megvenni az elmatricáját, az most január 8-án biztos, hogy nem fog hiba üzenettel vagy türelmet kérő üzenetünkkel találkozni, hanem bármelyik matrica típust meg tudja váltani.